Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ugye nem régen, hiszen pontosan egy hete készítettem egy videót, amiben felhívtam a figyelmeteket egy közelgő rendezvényre, és akkor elmondtam, hogy aki úgy érzi magát, hogy szeretné megmutatni, hogy mennyire tökös csávó, mennyire kemény, akár sportoló, akár harcosnak tartja magát, ezen a rendezvényen bátran el lehet indulni. Ezelőtt közel 20 éve, talán jól mondom az időt, ha nem, akkor már kijavít az úriember, volt egy rendezvény sorozat, az volt a neve, hogy Utcai Harcosok. Ez egy több sorozatból több helyszínen lévő küzdelmi gálák voltak, ahol különböző stílusokban indultak. Különböző stílusokban tanuló emberek, sportoló emberek, akár nem sportoló emberek megmérettették magukat ringben szabályok között. Tehát az volt a lényeg az egészben, hogy nem az utcán mutatta meg mindenki, hogy mennyire tökös csávó, hanem fölment oda, és szépen meg lehetett sportkeretek között lejátszani ezeket a dolgokat. Óriási sikere volt annak, nagyon sokan elindultak, rengeteg jó sportoló lett akkor ismert, majd ez szépen így eltűnt az idők homályába, de most úgy néz ki, hogy ez a rendezvénysorozat felélesztésre kerül. Akkor ez egy úriember nevéhez volt köthető, talán emlékeztek még rá, sőt biztos, említettem is a videóban, hogy Tasnádi Péternek hívják, és azt is mondtam, hogy mivel engem megtisztelt azzal, hogy megkerestő ezt a rendezvényt valahogy promotálni kellene, és talán én is alkalmas vagyok erre, ezért összehoztunk egy beszélgetést. Itt van mellettem Péter. Sziasztok! Biztos, üdvözlök. Biztos ismerős, még ugyanolyan fiatalos, mint régen, így 49 évesen, jól mondom. Igen. Na, szeretnék pár dolgot tőled megkérdezni az embereknek. Közelebb kerüljön az egész rendezvény, hogy mikor lesz, hol lesz. Először is akkor, mikor lesz ez a gála pontosan? 2019. április 28-án, ez egy vasárnapi nap. A rendezvényen valóban mindenféle küzdősportban járatos sportoló részt vett. A rendezők és a szervezőknek az elképzelése az volt, hogy olyan versenyzők induljanak, akik már valamelyik küzdősportban, vagy világbajnokságon, vagy Európa-bajnokságon, vagy világkupán komolyabb helyezést értek el. Tehát pontszerző, mondjuk az első hatban benne voltak. Amit a Laci említett az előbb, régen az utcai harcban ott valóban mindenki részt vehetett, tehát az utcáról is be lehetett jönni. Most sem fogjuk elzárni a lehetőséget azoknak, akik esetleg ki akarják próbálni magukat a sportolókkal szemben, mert úgy tervezzük, hogy március első hetében olyan jelentkezőknek tartunk egy küzdősport eseményt, akik nem rendelkeznek ilyen nagyszerű eredményekkel, és akkor ott megmutathatják, hogy valóban mit tudnak, és ott kiharcolhatják a részvételt a áprilisi gálára. Értem, mi a feltételnek, hogy valaki jelentkezzen, most ugye a főgáláról beszélek, hogy egyáltalán kell valami jelentkezési összeget befizetni neki, vagy regisztrálási díjat, vagy valamit? Hát ez is különbözik az összes többitől, először is nevezés az teljesen ingyenes, viszont ha valakinek elfogadják a nevezési lapját, tehát indulhat ezen a gálán, akkor startpénzt kap, 100 000 forintot, ez ugye megint csak különleges, mert sehol nem szoktak ilyen sok pénzt adni, sőt nem is szoktak startpénzt adni. A legtöbb ilyen küzdősport gálán az első helyzet az vagy egy kupát kap, vagy maximum 150 000 forintot. Igen, akkor most kapcsoljuk be a pénzdíjra, tehát aki megnyeri az egész gálát, az milyen összeget kap? Hát először is három súlycsoportban tartjuk ezt a küzdősport eseményt. 75 kiló alatt, 75 és 90 kiló között és 90 kiló felett. Minden 18 évét, ebben az évben 18 évét betöltött férfi ember indulhat ezen a versenyen. Tehát ebben ugye kizárt az, hogy nők induljanak. Ez az egyik feltétel. Másik feltétel az orvosi vizsgálat. Mindenkitől majd fogunk kérni sportorvosi engedélyt, továbbá AIDS vizsgálatot, hiszen ugye véres a küzdelem, úgyhogy nem fertőzhetik meg egymást. Szabályrendszerű, mondaná pár szót? Szabályrendszer az teljesen vegyes, mindent lehet csinálni, kéz, láb, földharc, a földharc az csak 10 másodperc. Nyilván azok ki vannak
zárva azok az ütések, rugások. Tehát ágyékot itt sem lehet támadni. Nem lehet ágyékot, nem szemgödröt, nem szívgödröt, nem. Ha mondjuk lent vannak a földön és feszítenek, akkor az izületi irányal ellentétes feszítést nem alkalmazhatnak. Ami megint csak megkülönbözteti a többi ilyen küzdősportáktól ezt az eseményt, itt a versenyzők fogják eldönteni, hogy ki a jó. Tehát itt nem a bíró dönt, addig tart a küzdelem, amíg az egyik versenyző föl nem adja, vagy amíg KO-val nem szünteti be a versenyt vezető bíró a küzdelmet. Azért elég sok rémhír elterjedt ezzel a gálával kapcsolatban, te is kitértél ebbe egy videótba, azért tisztázunk pár dolgot, tehát azért a Péter nevéhez nagyon sok mindent kötnek, azt azonban tudni kell, meg én ezt így is gondolom, különben nem lennék itt, hogy ez egy sportesemény. Ezt tudomásul kell venni. Ez nem másmilyen dolog. Itt, ha bármi fog történni, akármi történik, gondoljatok bármit, itt mindenképpen ez a gála meg lesz rendezve, és mindenképpen, aki megnyeri a pénzdíjat, az meg is fogja kapni. Sajnos azért kell ezt lefixálni, meg ki kell jelenteni, mert nagyon sok durva dolgot hallottunk innen-onnan, hogy az egész valahol egy átbaszás, lehúzás lesz, nem erről szól ez az egész dolog, tehát ez egy sportesemény. Mindenképpen nekem mutogatott a Péter, ha gondolja el, hogy milyen emberek állnak mögötte. Egy kis sportolót esetleg megnevezni, akik mögötte benne. Igen, hát először is ugye, mint sportoló, a Kunkli Tivadar, a Lechner Zsolt, a Bunyós Pityu, tehát ezek ilyen régi harcosok, mindenki ismer őket, vagy például olyan sportvezetők, mint a Szántó Öcsi bácsi, a Csötönyi Sándor, az Ökölvívó Szövetség elnöke, ma is elnöke egyébként, a tiszteletbeli elnöke, tehát, de nagyon sokan. Tehát itt komoly orvosi bizottság van, bíróbizottság, ott van például az Ajtai Péter, ott van a Dőri Miklós, akik ugye több olimpián vettek részt, mint bírók. Tehát ez egy abszolút jól szervezett, és abszolút biztos háttérrel rendelkező esemény. A különböző súlycsoportokban a győztesek 3 millió forintot fognak kapni. Ez az összeg, ez a verseny előtt le lesz téve ügyvédi letétben, tehát itt szó nem lehet arról, hogy valaki nem kapja meg, de hát nem is értem, mert azért én egy 15-20 ilyen versenyt rendeztem annak idején, és mindenki megkapta a pénzdíjat, sőt, azok a kiváló sportolók, akik aztán tényleg világbajnokok lettek, mondjuk a Sárközi Robira gondolok, igen, a szegedi fiú, vagy akár a Lechner Zsolt, vagy a Kató Misi, és a Kunkli Tivadar, és megint sorolhatnánk megint neveket, ezek mind ma is, akik még élnek, el tudják mondani, hogy ez egy abszolút korrekt és szuper rendezvény volt. Ha ez nem lett volna, akkor az ő nevük soha nem lett volna ismert. Ennek az oldalon, ennek a versenynek van egy weboldala, ugye? Jól tudom. Igen. Én ezt majd a videó alatt a leírásba be fogom nektek tenni, tehát onnan be lehet ezt linkelni, ki lehet máshogy be lehet linkelni. Ott is ez mind le van írva, amit a Péter elmondott. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha ez sikeres lesz, te tervezed ezt tovább folytatni? Természetesen, ez akkor is 25 évvel ezelőtt volt, az emlékezeted egy kicsit csal, mert a 20 is nagyon sok. Magamat akartam fiatalítani. Ja, a 25 év az még több. Akkor volt utoljára, mondom, óriási sikere volt, akkor nem a Papp László sportcsarnok, hanem a nemzeti sportcsarnok volt még meg, és a nagy országos döntőn 10.200 fizető néző volt, most 9.200 hely van, úgyhogy várjuk is a jelentkezéseket, hogy minél többen, erről majd akkor beszélgettünk. Így van, tehát ezen az oldalon meglátjátok azt, hogy pontosan hol lehet például jegyet venni, jegyet rendelni, hol lesz, pontosan minden részletesen le van írva, és akkor én azt gondolom, hogy aki itt érdekel, az bátran próbálkozzon egy nagyon jó program szerintem, aki szereti a harcművészetet, szereti ezeket a dolgokat, meg igazából itt meg lehet valóban mutatni, hogy akármilyen harcművészeti ágat üzök, most ugye akkor az amatőrök ezen a gálán nyilván nem, de meg lehet mutatni, hogy valóban mit érek így fenn a ringben. Nem tudom, szeretném még valamit mondani esetleg a... Hát például az, hogy szerintem minden férfi embernek felmerül gyerekkorában az, hogy ki lehet a jobb, ha esetleg összecsap egy birkózó, egy ökölvívóval, vagy egy kempós, egy jiu-jitsussal.
És hát ez ugye gyerekkorunkban ezeken mindig gondolkoztuk. Persze a végső konklúzió az volt, hogy a saját édesapánk a legerősebb. De hát itt meg fogjuk látni valóban, hogy tényleg ki a legerősebb és ki a legjobb versenyző. És azt feltétlenül el akarom mondani, hogy ez nem politikai rendezvény, ez sportrendezvény, úgyhogy senki ne keverjen bele semmit, hátsó szándékot, mert csak azért csináljuk ezt az egész gálát, hogy a küzdősport újra a méltó helyét elfoglalja a magyar sportági szövetségek között. És ez a felélesztés, és ez az óriási magas pénzdíj azért van, hogy így is szeretnénk bemutatni azt, hogy mi tiszteljük a küzdősporttolókat, és a magas pénzdíjjal is honorálni akarjuk a sok-sok éves munkájukat. Na, hát röviden ennyit, azért már, hogyha itt van mellettem Tasnádi Péter, egy-két dolgot én kihasználok és megkérdezek tőle, maximum nem fog szólni semmit, felvállalom ezt a dolgot, és azt szeretném megkérdezni, hogy érzed magad? Ó, hát erre nem tudok válaszolni. Nem ebben a pillanatban, hogy általán... Ez szigorúan titkos információ. Egyébként jól érzem magam. Akkor odat elárulhatjuk? Ja, igen, 69 éves vagyok. És nappali egyetemre járok, történész szeretnék lenni, ha majd megnövök, 74 éves koromra, most voltak a fél évi vizsgák, nagyon jó eredményeket értem el, 5-ös, 4-es szava, akkor, mikor fiatal voltam, akkor is szereztem egy diplomát, soha nem volt ennyi 5-ösöm, meg 4-esem, mint most. Most így nem látszik, vagy ha látszik is, mondjuk ülve is látszik a Péteren, de én ugye mentem mellette, tehát az én emberekkel foglalkozom, én is edzéseket tartom. Ez, hogy közel 70 éves, azt elég rendesen cáfolja a fizikuma. És azért neki, mint tudjuk, nem volt egy egyszerű élete, úgyhogy azért én csak gratulálni tudok ehhez, hogy ezt így tudott tartani, meg a mentális egészségethez is csak gratulálni tudok, elég sokat beszélgettünk előtte. Még egy kérdést fel fogok tenni, aztán ígérem, hogy befejezem, hogy valamit az életedbe, van-e olyan, nem a magánéletre gondolok, hogy megbántál-e? És újra kezdenéd, akkor nem így csinálnád. És gondolom sokan sokfélére gondolnak, mindenki, ami akar, próbálj létszeres nekem bánni. Hát ez nagyon sokszor fölmerült, hogy újra kezdeném, akkor mi lenne. Azt hiszem mindenkinek csak egy élete van, nekem ez az életem volt. Ami hibákat elkövettem, azon nem tudok változtatni, nem is változtatnék egyébként semmi, mert úgy gondolom, hogy én egyenesen hajtottam a cél felé. Voltak olyan szándékú emberek, akik ezt meg akarták akadályozni, volt, mikor sikerült. Ez van, senkire nem haragszom, így, hogy megyek a végállomás felé, ugye már az életem vége felé, így sokkal megbocsájtóbb vagyok, és mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ne haragudjatok egymásra. Nem érdemes, olyan rövid az élet. És még annyit szeretem volna mondani, hogy én örülök annak, hogy te meghívtál, és ebbe a videóba szerepelhetek. Sőt, meglepetés volt nekem egy héttel ezelőtt, hogy csináltál egy videót, és nagyon sok pozitív véleményt kaptam. Azt is hallottam, hogy vannak ilyen trollok, akik rossz dolgokat írnak, de azoknak is csak azt ajánlom, hogy nézzetek magatokba, és sokkal jobb érzés lesz nektek is, ha jó dolgokról beszéltek, és nem szígyátok a másikat, nem irigykedtek, hanem próbáljátok elérni ugyanazokat, amiket ők, például a Laci, azért nem tudom, hogy ugye tudjátok, hogy bajnok volt a testépítésben, a főszereplő volt, szóval ma is dolgozik reggeltől estig, nem adják ingyen a sikereket ezt. Így zárszónak szerintem. Szerintem is ez teljesen jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Örülök, hogy megnézitek ezt a videót is. Esetleg kérdésetek van, akkor megpróbálok erre válaszolni. Nem szoktam pontosan a sok paraszt miatt a kommentekkel foglalkozni, most fogok. De az a kérésem, hogy próbáljuk erre az eseményre rögzíteni ezt az egészet. Nagyon szépen köszönöm, Péter, és várok mindenkit szeretettel erre a gálára. Sziasztok. Én is köszönöm. Sziasztok.